Jó estét kívánok a Sporthíradóból! Szeptember 26-án a 9. játéknapon 2-1-re kikapott Dorogon a CVS MB2-es labdarúgó csapata, majd 30-án következett a 10. forduló, amikor a fehér szerelésben pályára lépő Soroksár együttesét fogadta a hazai mérkőzései Tiszakécskén játszó Cegléd. A találkozót Nagy Róbert vezette, segítői Berényi Ákos és Szvetnyik Bence voltak. Az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett a jól játszó Cegléd. A 2 találat között a Soroksár egy nagyobb és egy kisebb helyzetet hagyott ki. A 29. percben Réki adott be a jobb oldalról, ami után oldalfejese Gajdos kezén halt el. A büntetőt oldalértékesítette 1-0. A 36. percben egy szöglet utáni Kundrák fejes lepattant a védőkről, kétszer is Spirulis elé, Mursics pedig védett. A 40. percben borbeadását Tamási közelről kapu fölé fejelte. Az első félidő hosszabbításában a 46. percben növelte előnyét a Vasutas. Réti cselezte le magát az alapvonalig, beadása oldalhoz került, aki nagy erővel a léc alá fejelt. 2-0. Fordulás után a vendégek egyenlítettek, majd a vezetést is átvehették volna, de az ahhoz adódó lehetőségeiket vagy elhibázták, vagy a Cegléd kapusa mentett bravúrosan. Ezzel szemben a második oldalon a hazaiak egy mintaszerű kontratámadás végén megszerezték a 3., egyben a győzelmüket jelentő gólt is. Az 50. percben Lőrinci Kundrákhoz passzolt, a fiatal csatár nem erős, de jól helyezett lövése a jobb alsó sarokban kötött ki, 2-1. Az 57. percben Farkas kezezése miatt 11-est ítélt a játékvezető, amit Gyömbér értékesített, 2-2. A 61. percben Orosz Remek átadásával Pál került nagy helyzetbe, a csere csatár lövése viszont nem sikerült igazán, szöglet következett. A 67. percben Albert lábáról a saját kapuja felé tartott a labda, amit azután Vilda gólvonalról rúgott szögletre. A 76. és 79. percben Mursicsnak minden tudására szükség volt ahhoz, hogy ne szülessen meg a Soroksár vezető gólja. A kapus előbb a jobb felső sarokból tornázta ki Orosz életerős lövését, majd kivédte Lőrinci szabadrúgását követő bal alsó sarok felé tartó fejest is. A 80. percben Gárdos passzolt, rossz helyre indult is a kontratámadás, aminek végén oldal előbb kicselezte a védőt, majd mintegy 10 méterről laposan a kapu közepébe lőtt. 3-2. A 88. percben szögletet végezhetett el a Vasutas. A beívelt labdát Albert fejelte pontosan oda, ahol a kapus állt. Így maradt a 3-2, ami egyben a végeredmény is lett. Először rendeztek Cegléden kettlebell sportbajnokságot, melyről minden helyi versenyző éremmel térhetett haza. Mintegy 80-an küzdöttek a dobogós helyekért, 10 magyar és 6 külföldi klub nevezett a megmérettetésre. A ceglédi kettlebell SE csapata már hónapok óta készült a nagy megmérettetésre, melyet először rendeztek meg a városban. A kettlebell sportbajnokságon amatőr kategóriában indulhattak a versenyzők. Tudatosan készültünk erre a Ceglédi Kettlebell Sportegyesület csapatával, de hát nem csak erre, azért járunk sok-sok versenyre, de erre különösen figyeltünk, hogy meg tudjuk mutatni Cegléd városának is, és népszerűsíteni tudjuk ezt a fantasztikus sportágat, úgyhogy külön kiemelt edzések voltak nekik rájuk. Fantasztikusan szerepelt mindenki, azt tudom mondani, hogy abszolút a vártnak, sőt a vártnál jobban teljesített mindenki. Mindenkiben nagyon bíztam, inkább én, mint ő saját magukba, azért volt itt sok elsőbálozó is a versenyen, és ami a külön nagy büszkeségem, az a gyerek és a junior kategória, mert hát ők aztán tényleg fantasztikusak voltak. A bajnokságon mintegy 80 versenyző vett részt. Az ország több pontjáról és külföldről, Szlovéniából, Szerbiából, Horvátországból is neveztek a sportág szerelmesei. A ceglédi SE versenyzői közül mindenki szerzett érmet. Majorosi Lázár Anita úgy fogalmazott, nagyon büszke a csapatra. De beszélt arról is, hogy milyen kihívások várják őket az elkövetkező időben. A következő célunk Portugáliában november 8-án ennek a szerveznek, VKSF szervezetnek lesz az Európa bajnoksága. Hárman fogjuk képviselni a várost és az egyesületemet, Angyal Viktória, Ambrózi Gábor és jó magam. Mindhárman külön számban indulunk, Gábor is én profi kategóriában, Viki amatőr kategóriában fog indulni. Ezt követi majd Győrben egy IUKL Grand Prix, egy világkupa versenyünk. Ott már azt hiszem, hogy szép számmal jönnek ceglédiek is, ugye országon belül könnyebben tudunk azért mozogni. Sajnos anyagi keretei vannak ennek a külföldi versenyzésnek, de hát azért majd azért erre is valahogy megtörténik a szövetség megalapítása, ami már tényleg csak néhány tolvonás, akkor erre is lesz segítségünk, azt gondolom. A visszajelzések a versenyről mind a magyar, mind a nemzetközi klubok részéről rendkívül pozitívak voltak, és egyértelműen számítanak erre a versenyre rendszeresen a következő években is.
A verseny részletes eredményeit honlapunkon a ctv.hu/sporthírek oldalon olvashatják. A női kosárlabda NB1-á első fordulójában idegenben lépett pályára a Cegléd, a végeredmény Sopron, CEK 96-53. A férfi kézlabda NB1 pénteki játéknapján a Dabast fogadta a CKKS-e. A találkozó 7 gólos vendéggyőzelmmel zárult, Cegléd Dabas 24-31. Az U14-es leány kézilabda országos gyermekbajnokság harmadosztályának második fordulóját Érden rendezték vasárnap. A kék cápák a Nagykáta és a helyi Tref 07 csapataival mérkőztek meg. Mindkét ellenfelét magabiztos különbséggel győzte le a cápa csapat, megőrizve idei bajnoki veretlenségét. Az U12-es leány kézilabda országos gyermekbajnokság első fordulójában szombaton Örkényben lépett pályára a kék cápák U11-es korosztálya. A ceglédi gyerekek először legyőzték a házigazdák első csapatát, majd kikaptak a Tápió szelétől. Nem jól zárult a vízilabdázók hétvégéje. A férfi OB1B-ben CVS-e Dunakanyar Waterpolo 9-16, a Markovics Kálmán 2006 gyermekbajnokságban FTC Cegléd 13-3. Győzelem az asztali tenisz NB3-ban és a megye 1C-ben is. Az NB3-as találkozón Superinfo CVS-e Tápió Györgye 11-7, a megyein pedig Cegléd Dunaharaszti 13-5. Ceglédi VS-e BKV előre SC-e a Teke NB1 keleti csoportjában a felnőttek mérkőzésén 2-6, az ifjúságiaknál 0-4. Gól 6 mérkőzésen. CVS-e Szent István a labdarúgók U19-es korosztályában 6-1, U17-ben 6-0. Cegléd Újpest U15-ben 1-5, az U14-esek összecsapásán 9-1. Leány mérkőzéseken U19-ben Monor CVS-e 5-3 és U16-ban CVS-e FC Dabas 2-4. Győrben 5 ország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia és Magyarország serdülő atléta válogatottja mérte össze a tudását. A válogatott viadal csapatverseny volt, ahol egyénileg nem értékelték a versenyzőket, de Kesztei Luca magasugrásban 167 cm-rel a legjobbnak bizonyult. Az elmúlt évek talán legnagyobb létszámú kadettbajnokságát rendezte a Tatabányai SC birkózó szakosztálya a Földi Imre sportcsarnokban. 39 szakosztály, 148 birkózója 11 súlycsoportban küzdött a bajnoki címekért kötött fogásban. A CVS-e TS Integrál 9 birkózóval képviseltette magát a bajnokságon, ahonnan 2 bajnoki cím mellett egy ezüstérmet és 3 ötödik helyet is elhoztak. A 2 bajnoki címet az 55, valamint a 80 kg-ban birkózó Kecskeméti Dávid és Dömök Péter szerezte meg. A Cegléd a 3 éremnek és a 3 pontszerző helynek köszönhetően a csapatverseny második helyén végzett az ESMTK mögött, megelőzve a házigazda Tatabányát. A ceglidi Asihara Karate Sport Egyesület versenyzői szeptember 30-án részt vettek az őszi szezon első viadalán, a Rehab Rába kupán, amelyen 6 aranyat, 6 ezüstöt és 7 bronzérmet szereztek. A csapatversenyben második lett a Cegléd. Egerben rendeztek erőemelő, fekvenyomó, felhúzó és guggoló világbajnokságot. A viadalon 34 ország több mint 1000 versenyzője indult. Cegléd városát a Vasgyúró Gym képviselte. Versenyzőik 8 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet is begyűjtöttek, valamint egy-egy negyedik, ötödik és hatodik helyezést értek el. A hosszabbításban vízilabda, vendégeink lesznek Cigány Károly és Veres Rudolf. Számítunk a figyelmükre.